Kezdődik a mai adásunk, köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Somkuti Bálint, hat történész biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhely elemzője, akiként dr. Somkuti Bálint, szervusz, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Jó reggelt, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy végig tudtad mondani ezt a rendkívül hosszú nyelvtörőt, ami a nevemhez kapcsolódik. Megtanultam a műsorunknak, még mindig nincsen címe, úgyhogy várjuk a hallgatói javaslatokat, mert hogy címünk van, csak neve nincs a műsornak. Eddig, ami a legjobban tetszett, ez a Somkuti Galuska, de hát érthető okok miatt ez nem lesz a műsorunknak a neve. Mindenkit arra kérünk, hogy iratkozzanak fel a csatornákra, ha még nem tették, és lesz sok rendezvényünk, amiről a www.ultrahang.tv oldalon értesülhetnek. Ö, kezdjük a mai témáinkat. Azt lehet hallani, hogy elindul az ukrán ellentámadás. Most már különböző híreket lehet ar arról hallani, hogy 40 ezer katona sorakozott fel különböző területeken készülnek az ellentámadásra. Üh, viszont ezzel párhuzamosan meg az a másik, hogy elvileg az időjárási körülmények ezt még elég nehézé teszik, hiszen a laszputyica miatt nagyon nehezen haladhatott Ukrajnában bármi. És hallottam olyan verziókat is, hogy itt május közepe, május 15 előtt nem nagyon lehet lényeges előretörésre számítani. Mit tudunk az ukrán támadásról, hol zajlik, és ki lehet-e azt jelenteni, hogy már támadnak az ukránok? az a helyzet, az a gond ezzel a típusú médiában nagyon sokszor feltűnő és visszaköszönő kifejezéssel, hogy mindenki a saját szája íze szerint értelmezheti. Tehát például az ellentámadás a hatodomai lexikon szerint egy mélységbe beékelődött ellenséges alakulat, vagy alakulatok, vagy magasabb egység ellen vezetett támadás, amelynek a célja a védelemnek, a, vagy éppen a kritikus terepszakasznak a védelmének a helyreállítása. Tehát már itt definíció szintjén nagyon nehéz olyan megfogalmazásokat tenni, amelyek gyakorlatilag minden között megállják a helyüket. Arról biztos beszélhetünk, hogy indultak ukrán támadások, ezeket általában helyi ellentámadásnak szokták nevezni, ahol egy bizonyos terepszakaszért folyik a küzdelem, de nem nemrégiben elveszettek és most visszafoglaltak. Több ilyenről is lehet tudni, egyébként Bakhmut környékén például biztos, hogy megindult egy ilyen támadás, ugyanis a Wagner csoport konkrétan bekerítette gyakorlatilag Bakmutot azzal, hogy elfoglalt egy olyan terepszakaszt, amivel teljesen be tudja lőni azt az utolsó utat, ami kivezett Bakmut Tehát közvetett irányzású fegyverekkel tudták csak lőni ezt az útszakaszt, amit az élet útjának neveztek, most pedig közvetlen irányzású fegyverekkel, tehát gépfegyverekkel, gépuskákkal is tudják már lőni. Ez az egyik része a történetnek. A másik fele az az, hogy, hogy az a terepszakaszok azok gyakorlatilag régióként váltakoznak. Tehát például látható volt nemrégiben közé, tehát olyan felvétel, ahol már zöldülnek a fák, zöldül a rét, ami egyértelműen arra utal, hogy a nagy víz már elment, tehát nyilván valamilyen szinten mi nem szárad ki a talaj, de már a nagy víz már elment, hiszen akkor nem indulnak ilyen típusú növekedésnek a növények. Viszont máshol még térdig sárban, meg vízben gázoló katonákat lehet látni, miután időkód nincs rajta és nem lehet tudni, mikor készült pontosan a felvétel, mind a két állítás igaz lehet. Én úgy gondolom, hogy, hogy a nagy jelentős ukrán támadás még nem indult meg, hanem helyi kisebb ellenőrzésekről beszélünk, amit aztán az ukrán média teljesen egyébként, teljesen jogosan és logikusan már a nagy támadásként ad el. A negy, ami 40 ezer főt illeti, az igaz is lehet, hiszen a Hirexent 10-12 dandár erőben készül az ukrán hadsereg az ellentámadása, ami körülbelül ennyi harcost jelenthet. Ugye a sokat említett 9. és 10. hadtestről beszélünk, aminek bizonyos alakulatait már meg is nevezték, sőt, Hirexentbe is vetették például Bakmut környékén. Látok azt, hogy össze volt sikeres ukrán ellentámadás, viszont gyakorlatilag akkor az oroszok úgy adtak fel területeket, hogy hát, visszavonultak maguktól, hiszen megértették azt, azt, hogy az egy húsdaráló lehet, amennyiben ezt nem teszik meg. Én olyan elméleteket is hallottam, hogy lehet, hogy ott a háttérben az oroszok és az ukránok megegyeztek abban, hogy az oroszok most távoznak, az ukránok ö, hagyják őket elmenni, hiszen ott lényegesen tehát veszt tulajdonképpen veszteség nélkül tudták kivonni az orosz csapatokat. Tehát, hogy ott volt egy sikeres ukrán ellentámadás. Mi a helyzet most? Lehet-e újabb esély, vagy a mostani ukrán ellentámadásnak a helyszínei, azok már egy más területek, az oroszok is jobban felkészültek, tehát, hogy, mert hogy mindenki borítékolja, hogy, hogy, valami sikert el kell érni az ukránoknak ahhoz, hogy egyáltalán tárgyalni lehessen, vagy lehessen tovább folytatni a harcokat, szóval milyenek az esélyek? Te, amit említettél, hát, ez a helszoni visszavonulás volt, ami rendkívül gyanús körülmények között zajlódott lehet. Konkrétan megmerem, meg elmerem mondani ezt, hogy kb. 10-20 ezer beszéltünk, aki kiépített, mélységében tagolt védeállásokban várta az esleges ukrán támadást, és ez a, ennek a pozíciónak a feladása nyilván a, 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 a átvezető Nyeperhíd, illetve a Novakovkai hídaknak a megrongálása miatt következett be, gyanúsan gyorsan és gyanúsan veszteségek nélkül. Tehát ott egyértelmű volt ilyen egy megállapodás, nyilván ezt egyik fél se hozta a nyilvánosságra. Az oroszok megmentettek 10-20 ezer elit katonát, az ukránok meg egy óriási politikai sikert értek el az, hogy visszafoglalták Helson városát, ami gyakorlatilag egyetlen olyan nagyváros volt, ami szinte harc nélkül került orosz kézzel 2022 elején a háború kirobanásakor. Uh, ami a, a másik uh, felét illeti a kérdésnek, én úgy gondolom, hogy most ilyen típusú visszavonásra nem számíthatunk. Elméletek megérkeztek azok az orosz tartalékosok, ugye hírek szerint nem csak egy, hanem két hullámba történt mozgosítás, és nem 300, hanem 500 embert vonultatott be az orosz fegyveres erő, vagy az orosz fegyveres erők. Tehát gyakorlatilag az az óriási létszámfölény, Tehát, bizonyos helyeken akár tízszeres ukrán létszámfölényről is beszélhetünk, ez most már nincs meg. Ugye tűzőben mindig is orosz uh, fölény volt, úgyhogy egy jó kiépített védelem, aminek uh, a létszáma kielégít, az el élőerő, ellátottsága kielégítő és tüzességi fölényben van, az egy nagyon-nagyon kockázatos dolog azt megtámadni, és általában egy eredménnyel szokott végződni. Viszont valójában megvan ez az ember fölény? Mármint azt tudom, hogy létszámban megvan, de ö, ugye, mintha az orosz haditaktika az lenne, hogy beküldenek egy dandárt, azok ott küzdenek, majd egyébként kivonják őket, és beküldenek még egy dandárt, és akkor így cserélgetik. De hogy a dandár száma meg hasonló, és hogy vajon megvan az, hogy meg tudják szerezni a fölényt egyébként, hogyha nem egyszerre vetik be ezeket az embereket. Gyakorlatilag a harcászat az mindig az aktuális doktrinából származik, a doktrinát pedig általában a hadműveletek kialakításakor szokták figyelembe venni. Tehát van egy ilyen egymásra épülő rendszer, nagyon érdekes, és ezért nem értem azokat a nyugati elemzőket, akik úgy gondolják, hogy Oroszország úgy vívja a háborúját, mint ahogy ők vívnák, ugyanis egyértelműen látszik, hogy az oroszok például csak és kizárólag a megerősített helyeket támadják. Buchledár, eh, Bakmut, eh, Marinka, Avdiyevka, tehát olyan helyeket támadnak, ahol az ukránok minden körülmények között védekeznek. Ez nem arra mutat, hogy ők és ráadásul ugye voltak azok a nagy visszavonulások, amikor egyértelműen területet adtak föl azért, hogy élőerőt kimérjenek meg, és hogy időt nyerjenek. Tehát ez egyértelműen arra mutat, hogy ők nem azokat a háborús célokat vallják, mint amiket általában a nyugatiak. Tehát nekem ez a harcmodorra, Nas Sándorféle harcmodorra emlékeztet, aki megnézte, hogy melyik az ellenséges hadseregnek a legerősebb pontja, hol van a parancsnok, és annak rontott neki a saját válogatott alakulataival ezzel mondjuk ő mondjuk mindig nyert, hogy az oroszokra ez nem mindig mondható el, sőt, de, de gyakorlatilag ez a, ennek a harcmódnak is megvan a maga logikája, és ha belegondolunk abba, hogy mik az orosz hadseregnek a gyengeségei, a rosszul kiképzett vezetők és a, 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 nem túl magas minőségű együttműködés a haderőnemek és a fegyveremek között, hiszen át hírek többször ott a saját légvédelem el az orosz vadászbombázókat. Ebből kifolyólag az egyetlen logikus megoldás, amiben igazán erősek, az az, hogy keresnek egy pontot, az ukránok vétenek, oda beküldenek erőket, megtámogatva garantált tüzérségi fölényel, ezen a területen darálják az ukrán védekezőket, közben a saját csapataik a fölény miatt kevesebb veszteséget szemnek el, nyilván szemnek el komoly veszteségeket ők is megkapják, megszerzik a harci tapasztalatot, amikor egy bizonyos veszteségszintet elért kivonják az alakulatot, beküldenek egy másikat. És így folyamatosan képzik az embereiket, a tűzerőfejének köszönhetően az ukrán veszteségek garantáltan magasabbak, mint az oroszok. Jó, nem mondom, hogy minden nap meg állandóan, de hosszú távon jelentősen magasabb veszteségekkel számolhatunk az ukrán oldalon, és utána gyakorlatilag látszik egy olyan folyamatosság, aminek az a vége, hogy Ukrajna előbb-utóbb ki fog merülni. És ekközben Oroszország az előnyeit használta, és a hátrányt igyekezett minimalizálni. Sokan találgatják, hogy miért vannak még az ukránok. Bakhmutban, és van, aki szerint az az észszerű magyarázat erre, hogy mert hogy ott valójában viszont fordítva is működik az, amit most te mondtál, hogy lehet darálni az orosz katonákat, és hogy nagyon sok orosz katona is az életét veszíti, akiket aztán utána nyilván nem lehet máshol használni. Tehát, hogy illetve amíg az orosz hadsereg is Bakmuttal van elfoglalva, addig akár kiépíthetnek újabb támadási pontokat az ukránok. És ugye láttunk már ilyet, amikor az orosz hadsereg belesételt az ukránok csapdájába, pont ugye az ő ukrán ellentámadás idején, amikor meg Harkivra mondták, vagy mondták azt ugye, hogy itt készülnek ellentámadásra, de hogy belesételhat, tehát hogy a Bakmut az lehet egy újabb ilyen csapdapont, hogy túlságosan arra pontosítanak az oroszok, ott vannak a Wagner csapatok is, presztis kérdést csinálnak belőle, hogy végre elfoglalják, közben meg az ukránok széthúzzák a frontot és újabb támadásokat hajtanak végre? Ö Elméleti lehetősége megvan, azonban azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a harkovi ellentámadás sikerét nagyban hozzájárult az is, hogy lényegében minimális orosz erők voltak azon a környéken, nem volt mélységében kiépített védelem, és, és egy olyan nyugati, nagyon komoly felderítés által megtámogatott módon tudtak támadni, a rögtön tudták, hogy szinte élőbe kapták az információkat, tudták, hogy hol vannak azok a gyenge pontok, amiket érdemes megtámadni. Hogy a Bakhmut környékén, hogy ott a harcok már 2014 óta zajlanak, ott nincs ilyen lehetőség. Tehát ott, mondjuk, ha esetleg sikereket érnek el, és még tovább mennek 20-30 km bele fognak ütközni azokba az orosz védőállásokba, amiket még 2014-ben építettek ki a Donetszki lázadásnak, vagy a dombaszilázadásnak lázadásnak az eredményeképpen. Tehát, hogy ilyen típusú meglepetés ott nem nagyon Valószínű, hogy sokkal inkább az a támadás, amit mindenki vár, az, az, az igazából vagy északon is lehetséges, egyébként, hogy befejezve az elkezdeteket Kupiánsztól északra gyakorlatilag kitolják ugyanúgy a korábbi oroszokra határig a területet, mint ahogy ezt megtették Harkov környékén. Ennek sok politikai eredménye nem lenne, sok értelme nem lenne. Nyilván nagyon jól néznek ki a számok, de egyrészt az orosz vezetés sem engedhet meg már meg magának egy ilyen vereséget, egy ilyen visszavonulást. Másrészt pedig igazából az a klasszikus szél, hogy mindenki, a, a Krímfélszigetről beszél, tehát a Krímfélsziget helyzetében hosszabb távon változást okozó katonai és politikai célokat kell elérjenek. Na most ennek a leglogikusabb helye az ott az Aparizsia mellett, hogy a nyílt területen van, amit persze az oroszok is tudnak, és képeznek egy nagyon komoly védőállást. Tehát megvan annak is az esélye, nyilván nem lehet mondani, hogy egyértelmű így van, de megvan annak is az esélye, hogy egy 1918-as német Mihály offenzívához hasonló helyzetet látunk, amikor még egyszer utoljára összette az erejét a már igencsak kimerült német hadsereg, hogy mielőtt az amerikaiak jelentősebb létszámba beérkeznek, azelőtt még megpróbálja megtörni az angol-francia seregeket Franciaország és utána gyakorlatilag akkor így kényszerítse ki a békét, de a végeredmény az, hogy saját magát merítette ki, és egy fél évvel később, október-novemberben gyakorlatilag garantáltan bekövetkezett az összeomlás. Látjuk azt is, hogy mindenki csodát vár a mostani ukrán ellen támadástól, a háború folytatását tekintve, hogy vajon, hogyha akkor akár sikerül eredményeket elérniük, akár vesztességeket, akkor utána megindulhatnak-e a tárgyalások a békéről, meg a tűzszünetről. Te ezt hogy látod? Nagyon sokan beszélnek erről, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy be fog fagyni a konfliktus, nagyon sokan beszélnek arról, hogy az ukránok most elérnek egy nagyobb katonai sikert, és utána akkor megindulnak azok a tárgyalások, amik a hosszú távú rendezés szolgálják. Ez azért nem tartom valószínűleg, mert ahogy Klauzevic mondta, a háború a politika folytatása más eszközökkel. És Oroszországnak a politikai céljai egyértelműen egy gyenge Ukrajna felé ö, mutatnak. Tehát ha, 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 ezt el tudják érni, hogy egy olyan Ukrajna jöjjön létre ezeknek a tárgyásnak az eredményeképpen, ami nem fenyegetheti őket többet, vagy nem jelent olyan típusú fenyegetést, most ez, hagyjuk, hogy ez valós vagy vért, ez ebből a szempontból teljesen meleg, és egy atomhatalomról beszélünk, aminek van egy erős hadsereg, amit függetlenül milyen szarú harcol, attól függetlenül mondjuk, hogy foci hasonlatével levettem ellen a nyugati aditechnikai termésnek több éves produktumát. Tehát 20 ezer Javelin rakétát, több tízezer Stinger légvédelmi rakétát gyakorlatilag úgy vett le, hogy még a mai napig tud harcolni. Ezért ez kevés hadsereg lenne erre képes. Tehát nem mondom, hogy, hogy offenzívában sikeresek voltak, hát a defenzívában meg, meglepően hatékonyak, hogy mondjuk úgy, hogy boxoló példával élve, hogy nem biztos, nagyot üt, de viszont nagyon jól bírja az ütéseket. Tehát Darius Mihálcsevszki volt egyébként ilyen boxoló, aki az első öt menetben konkrétan PP vertek, és akkor indult be, és általában a tizedik, tizedik menetben be is fejezte a küzdelmet ő maga, tehát KO-val vagy TKO-val győzött. Tehát egy hasonló forgatókönyv elképzelhető. Azért nem tartom valószínűleg azt, hogy, hogy egy koreai típusú befagyott konfliktus álljon elő, ugyanis attól azok a deklarációk nem, nem teljesültek volna orosz részről. Tehát például az a mondás a Putyinak, hogy Ukrajna területéről Moszkva közelebb van, mint a bármikor volt Kuba területéről, Washington, az továbbra sem változik meg. És most, hogy már ilyen szinten beszél gyakorlatilag lezárt tényként, úgy a NATO, mint az ukrán vezetés arról, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz, ezt az állapotot nem engedheti meg, hiszen a kiindulási pontja is az volt, hogy Ukrajna nem lett NATO tag. Tehát amíg ők el nem érnek egy olyan állapotot, Ukrajna garantáltan nem lesz NATO tag, ami valamilyen szintű győzelmet feltétel az orosz részről, vagy össze nem Oroszország, mert ennek is megvan az esélye, addig én nem tartom azt, hogy a, 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 konfliktus az bármilyen szintában, akár csak le is lassulna. De nem érzed úgy, hogy az orosz pozíciók most rosszabbak, mint a háború előtt, hiszen kaptak egy NATO szomszédot Finnországnak a személyében, hiszen a nemzetközi meggyeng... sokan azt mondják, hogy meggyengült Oroszország, amiatt, hogy mondjuk az érdekszféráiba benyomultak akár Kína, meg Törökország is, hogy régen azt tudtam mondani Putyin, hogy ha nem csináljátok ezt vagy azt, akkor elzárom az orosz gázt. Most ehhez képest mindenki elkezdte diversifikálni az energia mixét, és már kevésbé függnek nagyon sokan Oroszországtól. Hogy ennek mi az ára, az más kérdés, tehát nyilván az is egy erősebb, tehát hogy és hogy ugye Ukrajna nem NATO tag, de azért hát függetlenül telerakták nyugat, a telerakták is túlzást, tehát hogy kapott nyugati fegyvereket, sokkal szoros az együttműködése a NATO-val és a NATO-szövetséges országokkal. Tehát a, a kínai és a török benyomulás a, a, az orosz érdekszférában az már elég régóta zajlik. Tehát biztos, hogy gyengített a Oroszország helyzetét az, hogy, hogy átmentileg azok a kapacitásai, amit másra tudna használni, hírszerzési, gazdasági, katonai, azok most nagy részt le vannak kötve Ukrajnában. Én nem hiszem egyébként az orosz haderőnek a 90%-a az ott harcolna, de, de azok biztos, hogy, hogy átmenetleg a pozíciója, de, de hosszabb távon én azt várom, hogy látok van? Igen, de le tudom majd némítani. Jó. Oké. Okay. <laughs> hogy, hát a hallgató kedvéért jelezném, hogy fúrnak a háttérben, amit én majd kinémítok ebben a felvételben. <gül> <gül> Bocsánat, csak annyira megdöbbentem. Én Tehát, is. Hogy, hogy, átmert, hogy, mindenképpen gyengült a, a, a helyzete a Oroszországnak az egyértelmű, hogy hosszabb távon mi lesz, ezt még korai megítélni, mert ez attól is függ, hogy mi lesz az ukrán háború kimenetele. Hiszen egy ilyen típusú konfliktust meg tudott vívni ö, sikeresen a nyugat teljes melszélességű támogatása, mellett le tudod győzni egy rendkívül jó jól harcoló országot, ugye ott van a hat természetesen akkor azért egy rendkívül komoly presztízs emelkedést, növekedést jelent neki. Ö, közben egy újabb hír, hogy robbanás történt Belgorod külvárosában tegnap este, mint kiderült azért, mert egy orosz Su-34-es vadászbombázónak egy baleset miatt ki kellett oldania egy légi bombát. Tényleg ez történt? De a jelek arra utadnak, hogy igen. És az is nagyon érdekes, mert nagyon sok mindent elárul ez a hír. Tételezzük fel, hogy így van. Én egyébként meg elképzelhetőnek tartom azt, hogy van egy, egy, olyan helyzet, amikor egy ilyen oldásra szükség van, az biztos, hogy nem volt élesítve a fegyvert, mert ha fölrobban, akkor az jelentősen nagyobb károk keletkeztek volna, hogy valószínűleg ez csak egy ilyen, ez a kinetikai becsapódása volt ennek az eszköznek, mert ha robbanás lett volna, hogy ezt láttuk volna a videófelvételeken, stb. Ugye, tehát ez egy, ez egy, vagy, részlegesen robbant fel, vagy nem robbant fel egyáltalán a bomba. Nagyon kellemetlen eset egyébként, egy nagyon rossz fényt vett az orosz légierőre, ez egyértelmű. Viszont háborúban sajnos ilyen elő szoktak fordulni. Volt már példa arra, hogy NATO gépeknek is például üzemanyagot kellett kiengedniük olyan helyeken, ahol nem kellett volna, vagy nem lett volna jó, de egy abszolút vészhelyzetet hálítottak el ezzel. Tehát ez egy, ez egy repülés közben bármikor előfordul eset. Én inkább megfordítanám hogy ez azt mutatja, hogy az orosz légérő aktivizálódott. És ugye vannak arra utaló jelek, hogy az ukrán légvédelem határozottan visszafogta a tevékenységét, határozottan csökkentette a teljesítményét nagyon sok területen, ami arra utal, hogy a készülődő offenzívára tartalékolják a készleteiket, és egyúttal arra is utal, hogy valóban kifogyó félben vannak ezekből a légvédelmi rakéta készletekből. Ugye a légvédelem talán azért is egy izgalmas téma, mert hogy az véges. Tehát nem úgy van, hogy örökké tudjuk a légteret védeni, hanem hogyha nincsen rakéta, akkor az komoly problémát okozhat. Ezzel párhuzamosan azért mindig találgatják, hogy vajon Oroszország miért nem szerezte meg a légi fölényt vagy a ö, légi, légi uralmat, és sokan azt mondják, hogy azért, mert mind az orosz, és ugye a másik oldalról a nyugat vagy Ukrajna sem tette meg ezt Oroszország esetében, és ugye azt mondják, hogy jól vizsgáztak egyébként a légvédelmi rendszerek összességében. Abszolút, abszolút. Tehát két dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyrészt, hogy a, az ukrán rendszert ö, tehát sok rosszat el lehet mondani a Szovjetunióról, és el is kell mondani a Szovjetunióról, de a katonai vonatkozásában nagyon sok területen rendkívül jó megoldások születtek. Tehát például az ukrán elektronikai vagy elektromos áramrendszer, vagy elektromos hálózata is azért nem omlott össze, mert egy atomháborúra készülve többszörös redundanciával, többszörös tartalékrendszerekkel, többszörös tartalék összekötetésekkel hozták létre. Ugyanez igaz az orosz, bocsánat, a szovjet mintára szervezett ukrán és orosz légvédelemre is. Tehát egy mélységében rétegzett, többszörös tartalékállásokkal ellátott, rendkívül logikusan és a rendszerek képességével összhangban képített rendszerről beszélünk. Tehát a légvédelmi rendszerek képességével összhangban kiépített radar, állás és egyéb rendszerekről beszélünk. Tehát ez a, ez a komplex rendszer szisztéma, ez nagyon jól működött. A gondot az jelentett, és ez a háború elejétől egyértelmű volt, hogy ezek a fegyverek, ezek az eszközök, ezek jellemzően orosz, illetve bocsánat, szovjet eredetűek, amiket nagy rész Oroszországba gyártottak, vagy gyártanak a mai napig, illetve Kínában. Na most, amíg, amikor, amint ez a két ország nem hajlandó szállítani, és, a háború kezdete óta nem voltak hajlandók szállítani nyilvánvaló okokból Ukrajnának, onnantól ez a készlet előbb-utóbb ki fog Merülni. És ugye itt látszik megint csak az, amit a szárazföldi hadviseléssel kapcsolatban mondtam neked, hogy az orosz hadviselés sokkal inkább a felőrlése összpontosít. Tehát ne, nem, nem egy gyors mozgású, nem egy precíz ütő boxolóról beszélünk, hanem ilyen lomha mozgású acél álló valakiről, aki addig ütteti magát az ellenfél, amíg az kifárad, és akkor már az ő pontatlan és gyengébb ütését is be tudnak találni. Egyébként, ha már az infrastruktúrát említetted, akkor nagyon érdekes, hogy ugye Oroszország megpróbálkozott az ukrán infrastruktúra támadásával, azért ebből voltak is némi kellemetlenségek, de azért úgy tűnik, hogy ez sem roppantotta össze Ukrajnát, talán pont azért, mert hogy nagyon sok volt a tartalékgenerátor, meg ők is elkezdték így, hát ugye láttunk ilyen klasszikus példákat, hogy generátorok álltak a házak elő és arról ment az áram meg egyébként. és minthogyha Oroszország már nem is nagyon erőltetni ezeket a támadásokat, hiszen nyilván ehhez akár drónok kellenek, rakéták kellenek, tehát a másik oldalról is igényel ez ö, hát komoly beruházásokat. A másik meg, hogy azon gondolkodtam még, hogy amikor mondjuk ilyen filléres. Amikor ilyen filléres drónokat küldenek atomerőművek ellen, akkor sokan mosolyognak azon, hogy milyen drága légvédelmi rendszerrel lövik ki azt a drónt, de hát azért ott mégiscsak egy ez atomerőmű, vagy egy erőmű, most nem az atom, de hogy egy erőmű, az pedig nagyon-nagyon értékes. Tehát, hogy ott, ott megérthető, hogy bevetnek egy ilyen rendszert. És ez hozzá, ugye az orosz légierő alacsony szintű működése az is hozzájárult, hogy hogy a pilótáik 100-120 órát repültek egy évben, ami pont arra elég, hogy a repülési készségeiket nevezítsék el, és egy, egy ilyen modern és összetett sugárhajtóműves vadászgépet vagy vadászbombázót tudjanak kezelni, de ez már például a bevetéseknek a, a gyakorlására, a bombavetése, a rakétakintása nem terjed ki. Tehát gyakorlatilag most ö, időt kell nekik is nyerni arra, hogy a légierőt egyrészt ellássák precíziós fegyverekkel, másrészt a pilóták megfelelő tapasztalatot szerezzenek. Tehát ez az egyik oka annak, hogy a másik oka annak, hogy nem úgy működött az orosz légierő, mint ahogy sokan feltételezték. Visszatérve ezekre a támadásokra, azt hiszem igaz lesz Robert C. abban, és érdekes a párhuzam a szárazföldi hadviselés és a légi hadviselés között, hogy valóban az volt a célja ennek a hadjáratnak. Nem az igazi célja nem az volt, hogy ténylegesen kiüsse ezt a rendszert, hiszen ők maguk is valószínűleg tudták, hogy ez rendkívül jól megépített és, és, tartalék megoldásokat is tartalmazó valami, hanem pontosan az, hogy kimerítsék az ukrán légvédelmi rendszereket, és gyakorlatilag fölöröljék a képességet, hiszen tudták, hogy az utánpótlása véges. És itt megint csak a nyugati, meg az orosz gondolkodás között a különbségre hogy rá, hogy a nyugat egy gyors, precíz, Ö, ö, technológiai fölény alapuló csapással megbínítja, lefejezi, van egy ilyen shock and awe nevű szisztéma, ami alapján lefejező csapásokkal megbínítja az ellenséges hadsereget és a politikai kormányzást, a politikai vezetést, és utána gyakorlatilag egy vilám bevonul. Az oroszok ennél sokkal klasszikusabb, hagyományosabb felülő ha harcmodorban harcolnak, és ezt látjuk most is, és ennek volt a kerete, vagy ennek volt a része ez a mondjuk egy stratégiai bombázó kampány, hogy aminek nem az volt a célja, hogy az elektronikus házatot, az elektromos házatot tönkretegye, hanem az, hogy kimerítse a, a rakétakészleteket, de ezt csak utólag tudtuk megmondani. Tehát ez most derült ki, ezt korábban igazából tényleg csak olyan típusú emberek láttak, akik, akik láttak már ilyen típusú terveket valóságban. Na akkor menjünk tovább, friss hír, hogy a héten a kínai honvédelmi miniszter Moszkvába látogatott, és találkozott Vladimir Putyinnal is, ami elvileg nem egy előre tervezett lépés volt. Fontos dolgok hangoztak el, és ugye mindenki azt találgatja, hogy most hogy áll itt össze a világrend, meg a különböző mozgások. Látjuk azt, hogy a kínaiak és a franciák, elvileg közös béketerven dolgoznak, közben azért Oroszország és Kína közeledik egymáshoz, állítólag Kína fegyvereket is szállít, bár ezt folyamatosan tagadják. Szóval hogy látod az, hogy így szinte heti szinten a kínai és az orosz vezetők valamilyen formában de találkoznak egymással, mit jelez a világnak? Hát, ö, én úgy gondolom, hogy a, ez a látogatás az elsősorban annak szólt, hogy a Macron elnök háromnapos kínai útja, ami teljesen véletlenül pont ugyanúgy három napig tartott, mint a Xi Jinping vezette jelentős küldöttségnek a moszkvai útja, ezt a háromnapos látogatást gyakorlatilag valamilyen szinten ellensúlyozni akarták. Tehát a Macron által bejelentett rendkívüli üzletek, például az Airbusnak az üzletei, illetve egyéb nagyértékű üzleti megállapodások mellett kellett valami olyan jelet adni szerintem a Mostan már tényleg stratégiai partnerszámba a lépő Oroszországnak, amelyben a félreértések lehetőséget is eloszlatják, ez részben a világ számára is volt üzenet. Tehát arról szólt a, a, ez, a, ez a látogatás szerintem, hogy, hogy amíg az üzlet az megy, hiszen az üzletet mindenki saját maga bonyolítja, addig katonai területeken mi együttműködünk, és ez a fajta szövetség, ami egyértelműen a, a vélt vagy valós nyugati katonai fenyegetettség ellen irányul, ez továbbra is fennáll, sőt, még erősebb lett. Tehát valahol ezt, ezt, ezt látni, hogy igen, elindult az a fajta együttműködés, amitől az oroszok igen komolyan húzódoztak egyébként. Tehát nyilván Kínával szemben csak a kisebb partner szerepét tudják betölteni, ők nem erre a szerepre vágytak egyértelműen, de amikor ez a folyamat ez elindul, akkor Gyakorlatilag nem nagyon a visszaút, és ennek szerintem az egyik meghatározó lépéseit láttuk most nemrég. Lehet uh, ilyen háttérben, tehát hogy mindig azt mondják, hogy erről a háborúról Amerikának és Oroszországnak kell megállapodnia egymástól, de igaz lehet -e ez a mondás úgy, hogy Amerikának, Oroszországnak és Kínának? Hát amennyiben Kína bele akar szállni ebbe a rendezésbe, abban az esetben nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogy Oroszországra nem tud mondani. Ugye látjuk azt, hogy nagyon komoly ö, diplomáciai offenzívába kezdett Kína a közel-keleten, és ennek megvannak az eredményei. Most, ha ő, ő magát be tudja pozícionálni abba a hely, arra a helyre, és ö, tud egy olyan szerepet elvállalni, amiben gyakorlatilag elmondhat, hogy ő közvetített, és ő hozta létre ezt a békét, az egy nagyon jelentős diplomáciai győzelem lenne. De úgy gondolom, hogy ez jelenleg se az USA-nak, se az orosz vezetésnek nem áll az érdekében és igazából nem is látni most azokat az eszközöket, amivel Kína rá tudná venni arra a háborúzó feleket, és akkor mondjuk úgy, hogy Ukrajnát a nyugatot és a máskodon Oroszországot, hogy belemenjenek azokba a feltételekbe, belemenjenek azokba a megoldásokba, amit ő javasolni. A Sztán miután a kínai honvédelmi miniszter elvileg hazament, közben egyre erőteljesebben fúrnak fölöttem, amiért elnézést kérek, én nem tudtam, és nem a mi lakásunkból szól. Szóval utána pedig Putyin ellátogatott, hát tulajdonképpen most Ukrajna vagy Oroszország területére, ez is vitának a kérdése. Miről szól szerinted ez a látogatás, és hogy látod, milyen hullámokat vert? Gyakorlatilag az látható, hogy amikor jelentős hadművelet kezdődik, vagy, vagy már folyamatban, akkor a politikai vezetők a helyszínen harcoló csapatok moráját erősítendő meglátogatják a helyszínt. Én arra gondolok, hogy ezek a, ezek a területek várhatóan jelentős ukrán támadás alá fognak kerülni nem sokára, és ennek egy ilyen mondjuk így ilyen megelőző lépése, vagy egy ilyen morál erősítő lépése volt a Putyin látogatás. Ami igazából különleges volt az az, hogy megjelent két olyan katonai vezető Lapin, illetve a korábbi parancsnok az orosz ejtőernyős erőknek, akiket a háború elején csaptak el különböző katonai kudarcok miatt, ugye azért a, a, az is csapatok parancsnokára, sem a neve most nem itt eszembe, ővel a kapcsolatban azért azt, azt azért hozzá kell tenni, hogy a, nem ő volt a felelős azért, hogy például Herc, bocsánat, Harkovnál a hírek szerint, és erről fél mélységesen hallgat, több, több ezer orosz katona halt meg, tehát több ezer orosz ejtőernyős halt meg, egy elrontott bevetésnek köszönhetően, tehát az, az ukrán ellenásnak köszönhetően egész pontosan és ezért az orosz elitcsapatoknak a jelentős része gyakorlatilag harcképtelné vált. Tehát a másik pedig Lapin az pedig egy olyan frontparancsnok volt, egy olyan szakasznak volt a parancsnoka, ahol a, a, a nagyon sok felvételen szereplő folyó folyóátkelés, ahol száz körüli vagy száz fölötti orosz harciám sem emesült, meg is egy óriási kudarc volt minden szempontból. Őket ezért mentették föl a háború elején, tehát már március-május környékén. Az ő visszatértük mindenképpen egy üzenet, tehát ez egy összes ilyen típusú látogatás, egy politikai üzenet. Ebben az üzenetben gyakorlatilag arról szól, hogy azt mutatta meg Putyin, hogy töretlen a bizalma a katonai vezet, és azok, akik korábban hibát követtek el, azoknak is van lehetőségük visszatérni, és van kapnak még egy esélyt arra bizonyítani, hogy ők bizony alkalmasak arra a feladatra, amire ki lettek jelölve. a kérdés az az, hogy ez az üzenet ez a Wagner csoportnak szól, az orosz közvéleménynek szól, a Ukrajnának szól, vagy esetleg a nagyvilágnak. Szerintem belső, belső a mindenképpen a Wagner csoportnak mindenképpen, hogy a Prigozsin a jelentős sikerei miatt egyre nagyobb pozíciót követel magának, és ez egy üzenet volt, hogy tudja, hogy hol a helye másrészt szól a belföldre, hogy azok az orosz vezetésnek a türelme az továbbra is fennáll, vagy a bizalma továbbra is megvan az orosz katonai vezetésben, és, és szerintem úgy szól egy kis Ukrajnának is, hogy, hogy tudjuk, hogy itt támadtok, és azért is mentem oda, hogy a hírek szerint Putyin nem szeret repülni, mégis helikopterre ment erre a környékre, ami azért egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Visszatérve arra, hogy kinek a területe, nekem erről van egy nagyon jó sztorim, Bolívia 1879-ben elvesztette Chile javára a tengerpartját, de mai napig létezik bolíviai haditek és megülik az óceán napját, holott a bolíviai haditengerészet jelenleg a titikakatavon tavon állomásozó kise, motorcsónakokból áll csak. Tehát az, hogy kinek a birtokában van egy terület, de facto és de jóra az egy nagyon hosszú vitának lehet az alapja. Azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy a Krím az azt mindig orosznak mondják, de hogy például a Dombaszt, meg a most akár elfoglalt, vagy annektált területeket, még valamikor Putyin is Ukrajnának mondja. Igen. Igen, hát ez, 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 ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ezek a határok, ezek hol húzódnak fejben, fizikailag, valóságban, ez egy, ez egy hosszabb történet, és gyakorlatilag ez egy állandó vita lesz még jó darabig. Na, jöttek hallgatói kérdések is, és az első kérdés az előző adásunkhoz kapcsolódik. Egyébként továbbra is bátorítom a hallgatókat, hogy küldjenek kérdéseket Somkuti Bálintnak is, az ultrahang.tv per kérdések oldalon be tudják jelölni, hogy kinek szól a kérdés. Szóval itt szól az hogy kedves Tamás Somkuti Balással folytatott legutóbbi 2023. április 15-i beszélgetésük elején említette, hogy terveznek egy műsornevet adni, de még nincs konkrét ötletük, és így a hallgatóktól is várnak ötletet, ez nem is kérdés. Nos, én megírnám az én első gondolatamat, és ez nem más, mint a realista, szerintem találó, maradok tisztelettel Stadler Zsolt. Ez jól hangzik. Az tényleg, eddig ez a legjobb, amit igen, így. Igen. 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 Mi, ez mi nekünk is jutott az eszünkbe. Olyannyira, hogy ezt a kérdést véletlenül olvastam egyébként. De, <laughs> nincsenek véletlenek, nincsenek. De véletlenek. ezen gondolkodjunk el, mert ez, igen, ez, ez, ezen, ez nem rossz. Na, a következő üdv. A napokban rengeteg videót dob be a TikTok arról, hogy több ezer ukrán katona vonul b B-be. Most ez ukrán propaganda, vagy az ukrán katonák csacsisága. Ha az utóbbi ezzel nem buktatják le az ukrán hadi ha pedig az előző, akkor az oroszok miért nem csinálják? Ezt akár a TikTokon, akár a Telegramon. Az utolsó kérdésem pedig: Mekkora a nyilvános ukrán és orosz nehéz és könnyű harckocsik száma a fronton? Köszönettel T. Tamás Bajáról. Tehát a, a, azt látni kell, hogy már a, már a háború elején a hírek az orosz katonai vezetés összeszedette a katonákkal, vagy elvette a katonáktól a mobiltelefonját. Ugye a részben azért, mint a láttuk is a több száz halálos járó telefonos akci, incidensnek köszönhetően, ahol gyakorlatilag a celladatokból adatokból kiderült, hogy a mozgostottak egy bizonyos szállodában laknak, és azt utána az ukrán tüzése meg is semmisítette. Tehát ez az egyik fel a másik fele, hogy pontosan ezeknek a felvételnek a kikerülést igyekeznek megakadályozni. Én nem tartom valószínűleg azt, hogy az ukrán titkosszolgát ne nézni árgus szemekkel, akár az összes ilyen csatornát, hogy hol mi kerül föl, és amikor ö, valami olyan adat szivárok ki, amit károsnak, az ne voltálnák el azonnal, hiszen nyilván az emberek általában az arcukkal és a nevükkel ellátott csatornát töltik fel ezeket az adatokat, vagy ezeket a filmeket, videókat. Tehát szerintem ezek engedélyezett videók olyan videók, amik pontosan a saját morálnak az erősítésére szolgálnak, úgy a katonai morálnak, mint a civil morálnak az erősítésére. Az oroszok ennél jobban, mondjuk így csinálják ezt a maszkirokfukának nevezett átszázást, tehát ők azt, az ő szándékuk szerintem az, hogy az, az ellenfelek, az ukránok és a nyugatok semmit ne tudjanak lehetőség szerint arról, hogy mi történik. Nyilván ez nem megvalósulható, de legalább ilyen típusú forrásokból ne tudjanak tájékozódni. Tehát egyértelműen egy üzenetnek gondolom azt, hogy akkor igenis megindult a mozgósta, és megindult a támadásra való előkészületek, és a oroszok jövünk. Ez egyik fele. A harckocsik számáról szinte lehetetlen pontos számokat találni. Nem hivatalos forrásokról, ukrán oldalról 800-900 harckocsiról beszélnek, ezeknek egy jelentős része T-64-es, illetve t as valamint az ukránoknál kevesebb a T-72-esnek az aránya és illetve nyugati harckocsik is most érkeztek ugyan elenyésző számban, de azért egy ilyen pár tucat darab már ott is megjelent. Oroszoknál olyan 1200-1500 harckocsit repesgetnek, lehet, hogy 1000 és 1200 körül, tehát valamilyen ilyen enyhe harckocsik van orosz oldalról. Ezeknek egy jelentős része egyébként a relatív modernebb típus, bár pontosan a veszteségek elég magas volt a miatt, hogy elindultak olyan gyártóüzemeknek a bevonása, a, a, um, lévő, vagy tartalékba lévő harckocsik modernizálására, mint ide a tíz... mi nem egy kifejezetten látunk már a, a frontvonalra tartani, tehát ezeket a régebbi járműveket is valószínűleg be fogják vetni, de ez a háború, ezt nem a harckocsi fölény, vagy nem a harckocsikban megévő különbség fog eldönteni, hanem a, a tüzérség és az élő az aránya. Ez volt a mai adásunk, aminek akkor lehet, hogy az lesz majd a neve, hogy Realista. Nagyon szépen köszönöm Somkuti Bárintnak, hogy itt volt velünk, különösen azért, mert itt közben egy ilyen búrába keveredtem, ahol folyamatosan fúrnak, amit Bálint hallott. Reményeim szerint a kedves hallgatók kevésbé, legalábbis amikor Bálint beszél, akkor én majd megpróbálom elnévíteni a saját mikrofonsávomat, és akkor talán nem szól bele. Szóval köszönjük Bálint, hogy itt voltál velünk. És köszönjük a kedves hallgatóknak is a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.